A magyarok ötöde azonnal beoltatná magát harmadszor is koronavírus ellen, miközben az emberek 31%-a biztos, hogy semmilyen oltást nem szeretne felvenni. Derült ki egy reprezentatív felmérésből. Én 60 felett vagyok, és nem tudom, hogy megfelelő-e a védettségem, és szeretném, hogyha biztos lennék a harmadik oltással ebben. Dombóváron többen attól teszik függővé, hogy felveszik-e a harmadik oltást, hogy milyen hivatalos állásfoglalást tesznek közzé a tudományos csoportok, és mennyi fertőzött lesz az új variáns terjedése miatt Magyarországon. Azt még meglátom, hogy a vakcinások között is, hogy fog-e egyáltalán ott terjedni. Más is még bizonytalan, hogy beoltassa-e magát az újabb adag vakcinával. Nem tudom még, hogy mit teszek. Világjárvány idején nem kérdés, hogy az oltásokat mindenkinek be kell adatnia, kötelezővé kellene azt tenni, mondták többen a kérdésünkre válaszolva. Lehet, hogy szükség lesz rá, és én kötelezővé tenném az oltást. A bonyhádiak közül többen azt mondták, kétségtelenül fontos harmadszorra is nyújtani a karjukat az egészségvédelme érdekében. Az oltásról azonban mindenkinek magának kellene döntenie. Beoltattam kétszer, cukorbeteg vagyok, úgyhogy mindenképpen ajánlanom mindenkinek, akinek aktuális lenne. Volt, aki nemrég gyógyult fel a koronavírusból, ami nagyon legyengítette a szervezetét, egyelőre nem tudja, hogy be fogja-e oltatni magát. Azt még nem tudom, attól függ, hogy leszek, majd meglátom, mert a vírus az nagyon legyengített immunrendszeremet, mindenemet, úgyhogy még össze kell szedjem magam. Nem zárkózom el tőle az első elől se. A harmadik oltást augusztus 1-től lehet kérni, 4 hónappal a második adag beadatása után, de ezt a házi orvos felülbírálhatja. Az orvos dönt arról is, hogy melyik vakcinát adja be harmadikként.